Mini szoknyás Mikulás. Magyar hangok. Kisfalvi Krisztina. Király Attila. Kis Erika. Perlaki István. Crespo Rodrigo, Szabó Éva. Pap János. Zenéjét szereztem is a Sega. Boldog karácsony! Boldog karácsony! Fényképezte Derek Hunter Schultz. Boldog karácsony! Ez egy rémál. Mit? Gyere, Donna, gyalog megyünk. Boldog karácsonyt. Felőlem. Mi ez a szörnyű forgalom? A holnapi parádé miatt lezárják az utcákat. Milyen parádé? Hát, hálóadás. Az egész város lezárják egy 3 órás felvonulás miatt az árház előtt. Hogy erre nem gondoltam? Jaj, ne, e-mailezz Grantnek, kérj még időt. Jó. Vigyázz! Menj ki, úton vagyok. Foley, ez a maga zseniális tanácsadója késik. Néhány percen belül itt lesz, uram. Egy dolgot azonban biztosan ígérhetek. Mary Classra mindenképp érdemes várni. Tehát kellene a... Tessék! Hol van a... Parancsolj! Itt van. Köszi. Írta Garrett Frawley és Brian Turner. Rendezte Ron Underwood. És itt is van már, hölgyeim és uraim, Mary Class. Jó napot kívánok, elnézést kérek. Miss Class, mind azért ülünk itt, hogy elkápráztasson bennünket. Ezek az önök multiszév áruházainak éves jelentései. És itt tartanak majd egy év múlva, ha a trendek nem változnak. A teljes ajánlatot e-mailben megküldtem. Nézzük végig a lényeget. Ez a mai multiszév, de a problémát ismerik. Beszéljünk a megoldásról. Mit tehetünk, hogy megmentsük a multiszévet? Semmit. A multiszévnek vége. Volt, nincs. Helyette a régi helyen új üzletpolitika. Hölgyeim és uraim, ideje újra kezdeniük. Mégpedig az ifjúsági piacon. Új talizmányuk lesz. Legyenek büszkék a márkára. Az árujuk nem csak kalap, hanem spotlight kalap. Nem csak kenyérpirítót árulnak, hanem spotlight pirítót. Ügyes. A palackos víz, spotlight víz. Miss Class, azt kívánja tőlünk, hogy mindent eldobjunk, amit több mint fél évszázadon át felépítettünk? Mr. Hamilton, nem állhat a haladás útjába. Az új irányzat a célzott vásárlás. Ahelyett, hogy vásárolni mennek, az emberek elmennek majd a spotlightba. A bevásárlóközpont helyett az emberek elmennek a spotlightba. A spotlight lesz az egyes számú vásárlási élmény. Ez a jövőjük. Gratulálok. Ez semmi. Semmi? Hamilton annyira elégedett, hogy engem tette az új üzletfejlesztés élére. Igazán? Uh-huh. Grant, ez fantasztikus. Neked köszönhetem. Bámulatos vagy, meg sem érdemellett. Most kell csinálnotok? Nem, gyere csak be. Itt a többi multiszéves papír. Kösz, Donna, rengeteg munkánk lesz. Belenézhetünk majd a hosszú hétvégén. Hétvége? Hálaadás a szüleimmel. Jaj, Grant, már megbeszéltük, nem vagyok... Ünneplő, tudom. Egyszerűen annyi munkám van, nem utazhatok el 4 napra.
Jól van. Legyen egy vacsora, ha visszajöttem. Rendben. Lugis, hétfőn? Nem, a hétfő nem jó. Ebéd szerdán? Nem, Hermonnal teniszezem. Inkább egy ital? Kizár dolog. Vasárnap reggeli? Kávé 8:30, 2-hez 1 hétre. Ó, lehetne 9:15-kor. Jó. És boldog hálaadást. Én most már megyek is. Ó, várj! Van egy kis házi feladatom. Majd hétfőn megcsinálom. Hétfőn? Viccelsz? Addig nem ér rá. De holnap nemzeti ünnep van. Ami azt jelenti, nem zavarnak a munkában. Reggel találkozunk. Szia! Sokat aludtál? Csak egy kicsit. A harmadik helyen találtam kávét. Kösz. Hú, micsoda rumli? Rumli? Rendszereztem. Reklámkampány, piackutatás, emblémák, szóróanyag. Bámulatos vagy. Rémes, de bámulatos. Majd én felveszem. Class Consulting? Ó, persze. Egy pillanat. Anyukád az. Az anyám? Jaj. Jaj, Istenem. Kösz. Mama? Mama, miért sírsz? Nyugodj meg. Te jó ég. Jól van. Mi a baj? Az apám szívrohama volt. Rendben, Torontóban átszállunk mielőtt. De hol van ez a Polaris? Északon. Messze északon. Nem, a meleget. Azt hittem ez az? Nem, a zöldet. Remélem, jobban van a papád. Ő nagyon erős ember. Egy szívroham se dönti le a lábáról. Itt nincs zöld kabát. Itt egy hálózsák. Nem, az a kabát. El sem tudom képzelni, hogy ilyesmit fölvegyél. Neked kell, nem nekem. Odafönt nagyon hideg lesz, hidd el. Hé, köszönöm, hogy velem jössz. Rámáldozod az ünnepeket. Oda megyek, ahova te. Ide hallgass, van valami, amit tudnod kell a családomról. Ők mások. Családok. Arra jók, hogy kínos helyzetbe hozzanak. Igen, bár az én szüleim egészen különösek. Polaris. Lakosok száma 243. Jól van. Mondta cheese. Cheese. Hello, Sven. Szép volt a hálaadás? Hát persze. Én, Pulyka, meg a fiúk. Na és te? Én, Pulyka, meg a fiúk. Ők nagyon jó társaság. Tudod, hogy csak kutyák, ugye? Persze, csak nem mondd el nekik. Segítesz nekem a sarkponttal? Igen, persze, hogyne. Ez valóban az északi sark. Itt az ideje. Igen. Ó, úgy látom, vendéged érkezett. Igen. Viszlát! Viszlát! Ó! Szia, kutyus! Jaj, de édes! Szia. Hello, fiúk, gyertek ide! Hey. Hello, kutyus! Szia! Ó! Hölgyeim, elvihetem? Szia, Luke!
Rég láttalak. Lám-lám. Ki jött haza? Hát, örülök, hogy látlak. Régen volt. Jöttem, hogy megnézzem a papát. Ide hallgass, ne félj. Az öreged erős, nem fog kihagyni semmit. Igen, éppen ettől félek. Ó, az asszisztensem, Donna. Hello. Asszisztens. Szóval végül tényleg nagyfőnök lett belőled, mi? Reméltük, hogy elviszel. Jó, persze, miért ne? Éppen arra megyek. Mondd csak, mit is szoktál mondani a kutyáknak, hogy elinduljanak? Ezt most nem mondod komolyan. Indulás! Hihetetlen, hogy bedőltem. Megint. Van, ami nem változik. Biztos vagy benne? Gyerekek, megvagyok. Indulás! Indulás! Nézzétek ezeket a fákat! Halló? Szia, Grant! Bocs, hogy nem hívtalak, nagyon siettem. Igen, biztosan jobban lesz a papám. Láttátok azt a táblát? Nem kellene... Lavinát írt! Kapaszkodj! Grant, alagútba megyünk, majd később hívlak. Ki volt az? Egy üzlettárs. Barát! Szegény. Jaj! De nem a hegyekbe megyünk! Jaj! Megjöttünk. Ti aztán készültek a karácsonyra idefönt. Eltaláltál! Donna, bejössz? Bocsi! Te itt nőttél fel? Kicsit sok, ugye? Itt vagyok, találj! Bemutatom, ő az asszisztensem, Donna. Hello, Donna! Szia! Isten hozott! Hello! Na tessék, fiúk, itt a mai szállítmány. Add csak ide! Jó, David, hát a feldolgozóba! Áj!
Jaj. Bocsánat. Mary? Mikulás, északi sark. A te papád... A Mikulás? Olyasmi. Igen. Olyasmi? Luke, megtennéd, hogy segítesz Donnának elhelyezkedni? Persze. Minden szentekre! Szia, mama! Honnan került ide ez a sovány kislány? Lám, nézzenek oda! Olyan vékony vagy, mint egy karó. Ó, és hová lett a hajad? Olyan szép hosszú volt. Én is örülök neked, mama. Ne haragudj, Mary, nem akartam zsörtölődni. De nem hibáztathatsz már 6 éve. 4, mama. Pedig 6-nak tűnik. Bizony, gondolom nehéz hazajönni, ha ennyire fontos ember lettél. De most itthon vagyok. Hogy van a papa? Hát, a doktor azt mondja, meggyógyul, rendben lesz. Jó. Jó. Azt hiszem, előbb kicsomagolok. A nappaliban van. Menj, menj, menj! Hogy halhatatlan. Látom, anyát fölhívott. Igen. Így van. Hogy vagy, papa? Azt hiszem, hiába jöttél el ilyen messzire. Kicsit lerobbantam, de anyád mindent megtesz, amit lehet. Mihelyt fölkelek? Ezért jöttem. Hogy segítsek. De apa, hisz jól ismerem a karácsonyi gyakorlatot. Gyakorlatot? Nem. De apa... Nem, Mary. Hamarosan rendbe jövök. Hogy 4 hét múlva körüljárd a világot egy szánon. Azt nem hiszem. Jó reggelt, álomszuszék. Hány óra van? 8 óra múlt, szívem. Jaj, mama, az meg micsoda? Reggeli a papádnak. Nem jutott eszedbe, hogy esetleg ettől kapta a szívroham? Mi mindig ezt tesszük reggelire. És ez nem vicc. Tedd meg, kérlek, hogyha ezt kér a papa, ne adj neki. Hozhatok a városból egy kis korpás muffint, nem? Ó, milyen figyelmes ifjú hölgy. Mama, beszélnünk kellene. Épp beszélgetünk, szívem. Mama! Ez komoly. Mi lesz karácsonykor? Ó, biztos vagyok benne, hogy addigra apád rendbe jön. Szívrohama volt. Hónapokig tart, mire a régi lesz. Ó, majd megoldjuk valahogy.
A manók nem intézik el? Mi az? Gyerünk! Gyorsabban! Nem jó! Lassi! Na, ugye megmondtam! Értem. A manók még fölöltözni se tudnak. Na, azért az idősebbek... Jó, az idősebbek fel tudnak öltözni, de ki irányítja majd a játékkészítést? Ki ellenőrzi a listát? Ki fogja elvinni az ajándékokat? Van javaslatod? Igen. Én. Oh! Nem, nem, nem. Úgy érted? Ho, 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 szívem. Már beszéltünk erről, és akkor is azt mondtam, hogy lehetetlen. Beszéltetek róla? Miklós, Mary eljött ide hozzánk. Azért jött, hogy meggyógyulhass. Ne légy nevetséges, a világon semmi bajom nincs. Erős vagyok, mint egy jeges medve. Szívem, hisz alig tudsz mozogni. Hogy fogsz egy éjszaka lefölmászni több millió kéményben? Ugyanúgy, ahogy mindig is tettem. Meg fogom oldani. Mary csak egy kislány. Nem úgy gondoltam, túl fiatal, túl makacs, túlságosan hirtelen. Én is itt vagyok. Éppen annyi idős, mint te voltál, amikor elkezdted. Tudod mit, mama? Hagyd ezt az egészet, sosem változik meg. Miért változnék meg? Régebben csinálom ezt, mint te megszülettél. A karácsony nagy felelősség, Mary. Őszintén szólva... Nem neked való. Nem való? Apa, a saját cégemet vezetem. Azért fizetnek nekem, hogy megmondjam, hogy lesz hatékonyabb az ügyvelük. És megmondod nekik, hogy változtassanak meg mindent? Felejtsék el a hagyományt? Nagy különbség, hogy valaki hagyománytisztelő, vagy maradi. Nagyon csúnya vagy. Azt majd én eldöntöm. Várj csak, és mennyi ideig? Egy hónapig, legalább. Karácsonyig? Eltaláltad. Komolyan? Aha! Mi ez? Ez a karácsony. Az én karácsonyom. Az ötleteim gyűjteménye, amiket az apám sosem akar vagy mert kipróbálni. Ó, ezt nézd meg! Különböző alakú cukorkák. Ó, a turbószám terve. Ma? Pulóver a rénszarvasnak. Süti tojáslikőrrel. De ez nem sikerült túl jól. Te jó ég, alkotási lázban égtél. Mi történt? Sosem hallgatott meg. Egyszer sem. Tudom, nem minden ötletem brilliáns, de ezernyi volt belőlük. Legalább egyszer kipróbálhatott volna egyet. De tudod mit? Most én jövök. Az én karácsonyom. 26 nap karácsonyig. Megyek! Menj előre, jó? Megyek! Jó! Nézd! Ez szép! Hé, Pajti, leestél! Tudom! Na, már megint nullán állunk! Reménytelen. Szia! Jó reggelt, kis csapat! Jó hírem van! Mary lesz az új főnökünk ebben az évben! Igen. Nem lesz könnyű. Figyelj, és tanulj. Mary? Köszönöm a bemutatást, Gary.
Csodálatos dolog újra itthon lenni. Ah. Mi van ezzel a kávéval? Ez forró kakaó. Oh. Tudom, hogy apám hatalmas tiszteletnek és megbecsülésnek örvend a körötökben. De azt hiszem, egyedülálló lehetőséget kaptunk, hogy tevékenységünket kimozdítsuk a 12. századból egyenest a 21-be. Hát nem zseniális? Minden reggel nagy gyűlést tartunk, lesz. És halljam az új ötleteket. Naponta termelékenységi kimutatást kérek, és látni akarom, hogy a számok nőnek. Skip, hol van Skip? Itt te csomagolsz, ugye? Igen. A csoportot felét áttesszük a termelésbe, hiszen végül is a csomagolás másodlagos. De én szeretek csomagolni. Nem az a fontos, mit szeretünk. A mennyiség a lényeg. Legyünk produktívak, gondolkozzunk kifelé nyitottan, emeljük ki a manókat az önzésből. Hadd legyen ez a valaha legszebb karácsony! Gyerünk, gyerünk! Jaj, gyerünk! Kivatta? Igen, Geri. Hozd el kérlek a legújabb termelékenységi kimutatást. De Mikulás sose kérte a... Most nem ő a főnök, hanem én. Termelékenységi kimutatás. Hozd! Oké. Jól van. Gondolkozzunk. Nagyon fontos feladatom van a számodra. Kérlek, hogy nézd át a listát. A listát? Milyen listát? A listát. Kérlek, hogy ellenőrizd. Aztán másodszor is? Bingo, légy alapos. Uh-huh. Donna, olyan rég vártam erre. Szia, bébi! Szia! Hogy van apád? Jól van. Tudod, sok bosszúság van vele, de ez már hozzátartozik a dologhoz. Örülök, hogy jobban van. Mikor jössz vissza? Hát, kicsit tovább maradok, mint gondoltam. Jaj, Mary! Au! De most valamit el kéne intéznem. Ó. Mi az? Tudod, azt mondtam az igazgató tanácsnak, hogy karácsonyig meg lesznek a Spotlight termékek tesztjei, de megkérhetem, hogy várjanak elsőig. Nem, nem, hoztam magammal munkát, hisz ismersz, többfelé is figyelek. Emily! Nem, nem, nem. Grant, most mennem kell, fölhívhatlak este. Jól van, puszi. Szia. Mi a helyzet, Geri? Nem találtam sehol termelékenységi kimutatást, úgyhogy hoztam cukorkát helyette. Jól van. De hogy végzünk ki terméktesztet? Hé, Geri! Ha? Szedd össze néhány pajtásodat. Meg tudod oldani? De mennyire? Mm-hmm. Tessék, ezek a kérdőívek. Összeszedem őket, ha elkészültetek. Fiúk, lányok, figyeljetek! Kint a való világban vannak kontrollcsoportjaink. Ma arra kérlek, hogy legyetek a kontrollcsoportom egy olyan témában, amelyen otthon dolgozom. Igen, Lucy? Olyan ez, mint a szerepjátszás? Bizony, pontosan színészkedésről van szó. Arra kérlek, tegyetek úgy, mintha vásárlók lennétek, akiket esetleg érdekelnek ezek a dolgok. Jól hangzik? Igen. Jól van, kezdjük is el. Tehát, Skip. Ha neked adnám ezt a pirítót, mi lenne a reakciód? De nekem adod ezt a pirítót? Nekem. Kutatási célokra. Igen. Hát én nem is tudom, mit mondjak. Nagyon tetszik. Jó, egy őszinte reakció. És pontosan mi tetszik neked a pirítón?
Hát, leginkább az, hogy tőled kaptam. Ez életem legszebb napja! Jaj, kaptam egy pirítót! Kontrollcsoport, kontrollcsoport, figyelem! Figyelem! Meg tudná mondani valaki, melyik tulajdonsága tetszik a készüléknek? Azon kívül, hogy én adtam. Igen. Igen? Hogy fényes. Bizony. Igen. Igen. Jobban tetszik ennek a formája, mondjuk a pirosnál? Egy piros! Ezt nézzétek! De szép! Bocsánat, én vagyok a rangidős manohó! De szép! Egy kicsit kótyagosak. Inkább féleszűek. Jól néz ki! Nagyon! Luke, köszönöm, hogy eljöttél. Szívesen. Lennél olyan drága fölakasztani ezt a díszt oda magasra. A manokra nem lehet szállni. Igen, persze, szívesen, csak félreteszem a létrát. Jó, hogy el tudtam jönni a városból. Olyan jó volt megint együtt látni téged Maryvel. Hát nem egy drága. Mama, miért hívtál? Ó, Mary, nézd, ki van itt. Szia, Luke. Hello, Mary. Szóval miről van szó? A manók ezt sürgősen menj a mamához. Oh, jaj, nekem, nem emlékszem. Ha most megbocsátasz, apádnak viszek ebédet. Kedves. Ugye? Luke, Mary. Mondd csak. Nem, mondd te. Mondd csak, mondjad. Azt akartam mondani, hogy jó újra látni téged. És sajnálom, hogy... Nézd, ne aggódj miatta. Semmi baj. Tényleg? Igen. Elfelejtve. Azt hiszem, hogy most el kéne mennem. Oké. Okay. Gary! Tovább! Mi az? Miért akadtunk el? Hogy? Arén! Szar! Hallottam! Miklós! Te meg hová igyekszel? Az orvos pihenést rendelt. Orvosok nem tudnak semmit. A múlt században piócáztak, most meg diétát rendelnek. Még sosem pihentem karácsonykor, és nem most akarom elkezdeni. Én pedig azt hittem, idén más lesz a helyzet. Na. Te talán azt szereted, ha folyton csak heverészek? Nem, de szeretem, hogy Mary itthon van. És ahelyett, hogy morogsz vele, megpróbálhatnád támogatni a lányodat. Kedves Mikulás, nagyon szeretnék egy hörcsögöt. A mamám azt mondja, nem lehet hörcsögöm, mert már van egy halam. De egy halat nem ölelgethetek, pedig szeretnék valakit ölelgetni. Szeretlek. Aláírás, Morgan. Kedves Mikulás, kérlek, hozz nekem egy nagy kifestőkönyvet, és... Tű, mi ez a hely? És még egy nagy autót színes kerekekkel. Mindjárt befejezi. Köszönöm szépen neked. Felolvasás, kézi elosztás. Szakszerűtlenebb nem is lehetne. Kitalálok valamit, hogy jobb legyen. Egyébként idehozd majd a listát, ha elkészültél. Értem. Te hova mész? Találkozom valakivel a kémény ügyében. Hm?
Nem, 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 egészen rosszul csinálod. Lábbal kéne érkezned. Tudom. Na, mász vissza is kezd előről. Beszorultam. Beszorult. Beszorult? Tűz van! Nem, jaj, várjatok! Ne! Fiúk, nincs tűz! Jól van, fiúk, gyertek! Jaj, ne! Húzzad! Na, csak nyugalom, Várj! Nem etted meg a sütit, és van más is. Oh, ez biztos jó lesz. A harisnya félig tele. Ajándék elrendezés hanyag. Semmi vidámság. Vidámság, apa, ugyan. Ne viccelj, Mary, ez komoly dolog. Csak 3 heted van, hogy megtanulj. Kösz a belém vetett bizalmat. Sosem jutott eszedbe, hogy másképp is lehet ezt csinálni? Évszázadok óta ez a munkám, és még sosem reklamált senki. Ezzel a hozzáállással az ember még mindig szekéren járna. Ugyan, ne oktasd ki engem a szekérről. Én voltam az, aki először repült, és most menj vissza és kezd előről, amíg jól nem megy. Azt hittem, legalább egy kicsit hálás leszel. Te hívtál, nem emlékszel? Nem, az anyát hívott. Apa, megmondanám, mi legyen a harisnyával, de nem akarom a hibajegyzéket nevelni. Várjunk csak, hisz én írom a hibajegyzéket. Tessék a harisnya. Töltsd meg! Oh, nicsak, nicsak. Milyen ismerős látvány. Ó, persze. A régi házi feladatfotel. Nem, nem, az apádra gondoltam. Nagyon szeret a tűznél dolgozni. Kár, hogy ennyit civakodtok. Annyira hasonlítotok. Semmiben sem hasonlítunk. Nem, persze, hogy nem. Hiszen apád munkamániás, aki soha nem hallgat senkire. Mind dolgozol? Munka. Mary Class. Class Consulting. Szakszerűen hangzik. Látom, már meg is untad a Klaus nevet. Csak egy betű, mama, nem nagy ügy. Persze, hogy nem nagy ügy egy olyan lánynak, aki 10 éve nem volt itthon. 4 éve, mama. És te is jöhettél volna. Apád nem szeret utazni. Nem szeret utazni? Hallottam, mi történt délután a próbautadon. Ó, Mary, az apád igyekszik, de kérlek, félútig menj elébe. Mi? Mama, tudod, hogy apával nincs félút. Sosem volt. Neked kell tudnod a legjobban. Te hosszú évek óta viseled el. A házasság lényege a kompromisszum. Kompromisszum? Mikor történt utoljára, hogy apa engedett valamiben? Tudod mit? Felejtsd el a kérdést. Jóságos pingvinek! Jó reggelt, csapat! Ez meg mi? Haladás, Luke. Ez a csoport hol súly volt? Az új dolgozók 7 perc alatt átrágják a leveleket. Nincs több felolvasás, nincs több szortírozás, nincs elveszett idő. De ma én olvastam volna. Most már nem kell. Ó, Donna, kérlek, egyeztes Bobbal, és kezdjétek el az adatfeldolgozást. Bob? Ő az új informatikusunk. Te aztán belevágtál, ha? Te aztán jó sokat vagy itt. Neked nincs semmi dolgod? De, van. Csak hogy én vagyok a postásod, és rengeteg levél jön, mint láttad. De, Luke, a csigaposta a múlté. Jövőre már minden tisztán elektronikusan működik. Ezt akarod? Persze, miért ne? Nem tudom. Talán vannak még szent dolgok. Bob?
Szia. Szia. Donna vagyok. Mary asszisztense. Szia. Bob. Új vagyok. Mary megkért, hogy nézzek át veled néhány dolgot. Klassz. Itt majdnem kész vagyok. Ide tudnád adni azt a kábelt ott? Persze. A kéket. Hogy kaptad ezt a munkát? Közvetítőnél. Ők a hajlandó áttelepülni rubrikát nagyon komolyan veszik. Kösz. 15 nap karácsonyig. Hello. Nem. Fogd a lézert. Igen. Mi ez az 50-es évek? Ezt hová tegyem? Tedd csak le oda. Ez micsoda? Úgy látom, jól jönne neked. Szalagcukor? El se hiszem, hogy emlékszel rá. Ez volt a kedvenced, nem? Mérinek saját kezébe azonnal bontsd ki. Szia! Florence Nightingale, hol voltál? Neked kell ezt megköszönnöm. Aggódtam, hogy sokkot kapsz, ha nem jutsz hozzá a jamaikai keverékedhez. Vannak egyáltalán presszógépek ott fönt a nagyfehér éjszakon? Biztos találok majd egyet. Grant, annyira sajnálom, hogy nem jelentkeztem. Semmi baj, biztosan rengeteg dolgod van. Állj, beszorulsz! Oké! Azt el se tudod képzelni. Várj! Atya! Kézőrület itt a családommal. A Spotlight ügyek. Mindjárt megvan. Igen, már nagyon várjuk, hogy előrukkolj valamivel. Igen, tudod, lehet, hogy egy kicsit tovább tart majd, mint hittem. Megvan! Mary? Grant, mennem kell, majd hívlak. Jól van. Szia. Tessék, Mr. Foley. Claire, hívja fel a postázót, és tudja meg, hová küldik Mary Class postáját. Azonnal. Jó. Na, gyere már! Sebes! Sosem szerettél engem. Ez így nem fog menni. Azt látom. Nem ismerem a titkos vénszarvas kódot. A lényeg a motiváció, Mary. Igen, de remélem nem akarsz fölszállni vele. Nem vagyok elég idős, hogy kölcsönvegyem a családi kocsit. Ez annál sokkal bonyolultabb dolog, Mary. Csak mert te bonyolult dologgá teszel. Nem, ez nem olyan, mint a gépeitek. Nem csak a gombokat kell nyomogatni. Tudom. Nem tudod. Talán, ha elvittél volna csak egyszer is, de te őrzöd a titkaidat. Titkok? Te azt hiszed, ez a lényeg, a titok? Igen, nem. Várj. Látni rajtad, hogy nem hiszel a karácsonyban, Mary. Higgyek a karácsonyban? Uh-huh. A Mikulás lánya vagyok. Nagy különbség van a tudás és a hit között. Neked nem fognak repülni, Mary. De fognak. Gyere már! Gyere! Ez az, jól van. Ez az, tökéletes. Nem, hová mész? Nem, erre. Gyere ide, gyere már. Anyád mondta, hogy itt talállak. Ezek pont olyan csökönyösek, mint az apám. Nálatok ez családi vonás. Ha, nagyon vicces. Segíthetek? Jó fiú.
Olyan ügyesen bánsz az állatokkal. Azt hiszem, remek csapat lennénk. Bocsánat, de én vezető vagyok. Ó, igen, hát akkor vezess csak. Én is tudok. Aha. Hallgass! Cseppecsen félek ám. Buta rénszarvas, apámtól agymosást kapott. Ha hozzákötnék a rénszarvast a kutyánkhoz, az micsoda buri lenne. Na, csak ide egy pillanatra, hadd mutassak valamit. Jól megfagyott. Úgy van, ahogy itt hagytuk. Na és ez baj? Nem én vagyok az egyetlen, aki el akart menni innen. Emlékszem valakire, aki el akart menni rögbizni. Mi történt? Túljutottam 3 vizsgán, mégsem vettek be. Maradhattál volna a városban dolgozni? Nem, az nem nekem való. Neked tetszik Polaris? Igen, persze. Az üzlet megy, turistákat viszek a szánon, kutyákat idomítok, és itt van a karácsony. Az minden évben gyönyörű. Na hát. Nem rossz, mi? Egyáltalán nem rossz. Ilyen nincs a városban. Luke, sajnálom, ami velünk történt. Tudom, hirtelen mentem el. Hirtelen? Mentem érted mozi előtt, és megtudtam, hogy elmentél. Igen, ez nem volt szép tőlem. Nagyon el akartam menni, hogy a magam ura legyek. Itt már nem volt hely a számomra. 4 éve hazajöttem, és te nem voltál itt. Talán épp téged kerestelek. Igazán? Várj, ezt azért el kell mondanom. Csak annyit láttam, hogy egy fehér bunda villa mögöttem. Szóval, rohant át a dombon, és üvöltött, jeges medve! Mögötte meg egy rémséges sarki nyúl ugrált lábnyomba. Azt hittem, hogy karmok. Persze, de mennyire? Így igaz. De tényleg. Boldog karácsonyt. Grant! Gyere be! Szia! Micsoda út volt. Nem egyszerű ide jutni. Hello! Grant? Ki az a Grant? Mama, Grant Foley, és nagyon örülök, hogy megismerhetem. Látom, kitől örököltem Mary a szép arcát. Maga aztán tud hízelegni, fiam. Grant, hogy kerülsz ide? Hát, segíteni jöttem. Láttam, hogy túl sokat dolgozol. Gondoltam, segítek. Hello. Luke, ő itt, Grant. Ő a... Barátja. Barátja? Grant, ő itt, Luke. Ő az én... Ő ő a postás. Ó! Örvendek, pajtás. Igen, én is. Ő itt, Bob. Hello, az informatikus vagy. Hello. Hát, nekem most mennem kell. Igen. Luke, én... Kösz a segítséget. Meg mindent. Persze. Szóval kellemes kis helyen laknak itt. Szinte egy téli paradicsom. Na most, hogy itt vagyok, mutasd meg mindent. Alig várom, hogy lássam, hol nőttél föl. Grant, valamit el kell mondanom neked a családomról. A családi üzletünkről. No, már értem. Karácsonyi műtyürkék északról, ezeket bütykölitek, igaz? Kitűnő ötlet. Hát, igazából játékot készítünk. Igen, fantasztikus. Miért? Hát, mindenfélét.
Legjobb lesz, ha körbevezetlek. Ezt látnod kell, hogy elhidd. Oké. Okay. Gyere. Tehát itt van a műhely. Itt történik a varázslat. Ez tényleg hihetetlen. És én még azt hittem, hogy ismerlek. Grant, ne haragudj, hogy nem beszéltem erről. Általában az életemnek ezt a részét... Titkolod? Elválasztom. Hát ez a hely tényleg hihetetlen. Igen, de sokkal bonyolultabb, mint gondolnád. Nem csupa napfény, meg kacagás. Apám meg én... Hé, mikor találkozom vele? Nézd, annyira örülök, hogy itt vagy, de ez most nem alkalmas nekem. Nyakig ülök a műhely automatizálásában. Jól van, őrizd meg a nyugalmadat. Majd dolgozom a spotlight ügyön a szobámban. Megtennéd? Hát persze, érted. Tizenhárom nap karácsonyig. Játékjártó automata, merj ezt műrűkni. Nem is tudom. Feküdj le! Gyorsan! Termelékenységi kimutatás 25%. Csomagoló. Hé! Gyere velem! Hová megyünk? Hová mennek? Átviszem őket a gyártásra. Az ajándékok nem csomagolják be. Ennek így kell lennie. Ez az, kapjátok be! Oh. Na, hogy ízlik? Hogy ízlik a cukor? Na, finom, ugye? Nagyon finom. Nézzük csak, tetszik a szín. A termelékenység nő. Öt nap karácsonyig. Ezek meg vannak? Süti szünet! Megyetek, amíg meleg! Várj, mi folyik? Süti szünet! Süti szünet, hisz most volt cukorka szünet 17 perce! Na és? És a szünetek vannak a munka között, nem pedig fordítva. Gyerünk már, nagyon lemaradtunk a tervtől. Hány süti szünet lesz még ma? Sem. Jó. Jó, rendben, de ha kész vagytok, dolgozzatok. Lesz még egy mézes kalácsszünet, úgy 45 perc múlva. Elég. Nincs több szünet. Se süti, se cukorka, se mézes kalács, se kakaó. Nincs. Elvitte. De gonosz. Hát jó, mindenkinek van sütije. Büdös tojás, aki utoljára eszi meg! Hogy megy a munka Bobbal? Tudtok együtt dolgozni? Ó, persze, remek fickó. Úgy értem, azt hiszem. Na és te meg, Luke? Olyan helyes. Igen, ha ilyen az eseted. Ez a vad mégis érzékeny, kedves és vicces egy Donna, ember féle. Itt van Grant. Na és te meg, Luke? Váltsunk témát, ha lehet. Na jó. De ami az északi sarkon történik, az itt is marad. Apa! Mikulás! Mit csinálsz te itt? Csak ezt keresem. Igen? Rengeteg tűznivalód van. Tonna számra. Apa, szép dolog hazudni. Ugyan, Mary, nem várhatod, hogy ölbetett kézzel nézzem, ahogy... Mit teszek? Elrontok mindent? Megváltoztatod.
Mary, csak tájékoztatni akarlak. Feldolgoztunk minden levelet, és most kezdjük egyeztetni a listával. Nagyszerű, Bob, köszönöm. Mindjárt megyek. Mikor készültél el ilyen hamar a levelekkel? Apa, végre itt is újítani kell. Újítunk is. Kérdezz Skipet, már az új láthatatlan ragasztó szalagot használjuk. Apa. Csak mert új, még nem lesz jobb, Mary. A karácsony a hagyományról szól. Ó, hagyományt akarsz? Értem, hát ez milyen hagyomány? Vonatok fából. Mi? Nagyon szerettél favonatot készíteni. Te magad, saját kezüleg. Mikor tetted ezt utoljára? Nincs rá időm. Pontosan! Változik a világ. Akár tetszik, akár nem, ma sokkal több gyerek van, és nem tudsz lépést tartani. De még én vagyok a Mikulás, és én tudom, mi kell karácsonyra. Hagyjuk. Most menj. Rajta! Ágyban kellene pihenned, nem szabad itt mászkálnod. Ó, majd én visszakísérem. Ez Donna. Ó, milyen kedves lány, Donna Louise Campbell, 120 Oak Drive. Meg is akartam kérdezni, hogy tetszett az a tündérpalota. Apa, ne vágj fel! Idén mit kér karácsonyra? Hát jó lenne néhány zokni. Igen. Itt van, amit kértél, de ez nem pásztorbot. Még annál is jobb. Mindkét végével felakaszthatod a fára. Igen, de nem pásztorbot. Gary, ne vitatkozz. Készít belőle milliót. Grant! Szervusz, gyönyörűm. Kerestelek tegnap este, de nem találtalak. Ihletet kaptam. Voilà! Én nem tudtam, hogy művész vagy. Hogy csináltad? A manuk. Tehetséges bogarak, ha bíztatod őket, és elveszed a kakaót. Remek. És ez mi lesz? A jövő, Mary. Te magad mondtad, célzott vásárlás. Tudsz jobb úti célt, mint a Mikulás faluja? Olyan, mint egy élménypark, nagy üzletekkel. Te meg miről beszélsz? Itt van minden. Szállodák, éttermek, játékok és üzletek. Sok-sok üzlet lesz. Grant, nem hozhatsz ide embereket. Miért ne? Azt hitted, örökre eltitkolhatod ezt a helyet? Ez a hely mindig is titok volt, és ez most sem fog változni. Nem állhatsz a haladás útjába, Mary. Ez egészen más. Mi történt veled? Azt hittem, ezt akartuk, hogy mindig erről álmodtunk. Grant, ez az otthonom. Nem bevásárlóközpont. Ígérd meg, hogy széttéped. Jól van, lehet, hogy egy kicsit sok. Ígérd meg. Menj csak. Később beszél. Komolyan? Higgyétek el, így volt. Nagyon örülök, hogy megismerhetem. Grant Foley. Nagyon rég nem hallottam rólad. Igen, azt hiszem, ez így van. Bizony. Miklós. Nagyon köszönöm. Kérem, üljön le mindenki. Remek, köszönjük. Ó, de jól néz ki. Kösz. Meg kell mondanom, hogy ez a ház különleges. Ha nem lennék itt én magam, el sem hinném. Köszönöm, hogy fogadott. Ó, Mary barátait mindig szívesen látjuk. Tessék, vegyetek. Parancsolj. Valóban csodálatos itt az egész környezetük. Ön a tulajdonos a minden birtoknak, a völgyben, a hegyeknek, mindennek? Hát, bele kéne néznem a papírokba, de jó ideje, itt vagyunk, a részletek már elmosódtak egy kis. Valóban lenyűgöző, első rangú ingatlan. Igazán? Hé, postás, lennél szíves ide adni nekem a borsót? Grant! Csak vicceltem. Persze. Kösz, pajtás. Kérlek. Uram, nem tudom nem észrevenni azt az érdekes trófeát a falon. Ó, hát igen. Sajnos Fürgével csúnya vitánk volt még 81-ben. Nem maradt más választásom. Ha 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 ha
Csak ugrat téged. Hamisítvány, a bolapiacon vettem. Szóval, Grant, biztosan otthon töltöd a karácsonyt a családoddal. Érdekes, hogy a családot említi. Ott. Mikulás úr, tudom, hogy rengeteg kérést kap az évnek ebben a szakában. Igen. Ebben a szellemben én is kérnék öntől valamit. Igen. Mary meg én már jó ideje találkozgatunk, és bár karácsony napjáig várni akartam, ennél jobb társaságot nem is remélhetnék. Úgyhogy szeretnék föltenni Marynek egy különleges kérdést. Megtisztelnél azzal, hogy a feleségem leszel? Én... Elnézést. Ide adnád a vajat, kérlek. Mi a baj? Grant. Nem egészen ezt a reakciót reméltem. Ez hogy jutott eszedbe? Talán úgy, hogy szeretlek. És veled akarom leélni a hátralévő életemet. De miért most? Mert itt vagyunk a szüleiddel. Azt hittem, ez lesz a legjobb pillanat. Időre van szükségem. Várhatunk, ameddig csak akarsz. Fél év, egy év nem változtat azon, ahogy irántad érzek. Miért változtatna azon, ahogy te érzel? Mi összetartozunk, Mary. Szeretlek. Egy pillanat. Tessék, kell, Bimbo. Gratulálhatok. Donna. Pontosan mi folyik itt? Nem tudom. Talán hiányoztam neki. Egész végig ezt tervezte. Lehet, hogy hónapok óta tervezi. Talán hálaadáskor. Ezért hívott el a szüleihez. Aha. Mi az? Hozott gyűrűt. Maradj. Jó fiú. Torta előtt elmész. Nem kellett volna idejönnöm, hiba volt. Egy hibát látok, hogy feladod, mielőtt vége a versenynek. Ezt hogy érti? Luke, már 20 éve jársz ide. Senki sem szereti jobban a manókat, mint te, még én sem. Egy jó tanács. Nem elég kívánni valamit karácsonyra. De kérni is kell. Jöjjt. Szia, Donna. Hoztam egy kis maradékot. Köszönöm. Észrevettem, hogy sosem viselsz karácsonyi holmit. Igen, csak azt hoztam, amin van. Hát, én hoztam valamit. Mi ez? Magyar? Fagyöngy. Te aztán gyors vagy. Nincs sok szabad időm. Tonight.
Parancsolj, apa. Itt van a tofus rántottád. Mama korpáslisztből süteményt süt, csak még nem értünk rá, hogy készül vaj vagy szirup nélkül. Nyam, nyam. Érdekes fickó ez a Grant. Kérlek, ne kezd, apa. Én csak mondom. Jó lett volna kicsit megismerni, mielőtt ilyen komolyra fordul a dolog. Hidd el, én sem tudtam, hogy ilyen komoly. Hello, főnök. Vagyis, hát hello, főnök. Mert most ő a... Geri? Mi az? Gondoltam, talán ezt szívesen megnéznéd. Szóval nem való nekem? Nő a termelékenység. 1 millió százalék. Helyes ez a szám? Na-na! 1 milliószor több játékot készítetek, mint az előtt. 1 milliószor többet? Jó lenne. Sokkal kevesebbet készítünk. Még mindig nem tudod, mi a termelékenység, ugye? De! Az, amikor van egy... Nem tudom. És a kimutatások? Azt mondtad, kimutatást szeretné, hogy mi a termelékenység. Ezt adtam neked. Na és az újítások? Mi van a géppel? Igen, az a gép. Nem működik olyan jól, mint remélted. Helye. A szerkezet, a kerekek? Ó, azok útban voltak. A gépnek játékot kéne gyártania. Igen, az... Várj, mi? Geri, mit műveltetek a géppel? Formában vagy. Luke. Te sírtál? Elrontottam. Mit? Csúnyán elrontottam. Én... tönkretettem a karácsonyt. Mary, ne viccelj, nem lehet ekkora a baj. Nincs elég játék. És a manók még lükébbek, mint máskor. Mindenki boldogtalan, és az egészről én tehetek. Mary, várj! Ne légy olyan szigorú magadhoz, hiszen ez lehetetlen feladat. Arra gondolj, milyen sok mindent elértél. Azt hiszed, jobb lenne a helyzet, ha nem veszed át. Ezt mondd a gyerekeknek. Karácsony van. És a varázslat működik, mint mindig. Kösz. Mit? Hogy mellettem állsz. Te mindig meg tudtál vigasztalni. Hoztam neked valamit. Kösz, de nem hiszem, hogy a szalagcukor megoldja a problémát. Ezt meg hol szerezted? Mindig légy felkészült. Nem, a régi csábító készlet. Így van. Hány év áll itt ez a vacak? A vállót. Miért nem próbálkoztál aznap éjjel? Te viccelsz? Még gyerek voltam. Apád mindig tudja, ha rosszalkodom. Aztán megelmentél. De te se nagyon jelentkeztél, igaz? Azt hiszem, mindketten hibáztunk. Így van. Jó ég! Mary, várj! Grant! Várj! Grant! Grant, kérlek, ne haragudj! El se tudom hinni. Megcsalsz engem, Mary. Engem. És ezzel a tapló hegyi emberrel. Nem az, aminek látszik. Igazán?
Melyik része? Amikor elkaplak egy másik férfi karjában, vagy amikor mindkettőnk karrierjét kihajítod az ablakon? Sajnálom. Mit kellene mondanom? Nem én terveztem így. Ugyan már. Azt hittem, ezt magam mögött hagytam. De nem így van. Az érzéseim vezetnek. Luke... Sokkal fontosabb dolgok forognak itt kockán, mint a postás. Ez... Azt mondtam, hogy tép szét. A legnagyobb üzleti lehetőséget, melyet bármelyikünk valaha látott. Nem hagyom, hogy ezt elrosd, Mary. Bemutattam a testületnek néhány számot. Mit csináltál? Grant, én bíztam benned. Igen, én is bíztam benned, és mire mentem vele? Elviszem ezt, hogy bemutassam az igazgató tanácsnak. Ha van eszed, velem jössz. Te megőrültél. Jó. Élvezd a csöndet, Mary, míg megteheted, mert jövő karácsonyra új szomszédokat kapsz. Egy pillanat, fiatalember. Mit akar, uram? Ó, nem az a kérdés, én mit akarok, hanem hogy te mit akarsz. Na, ez jó lesz. Tü-tü! Piros billenős autó. Épp amiért kértél? 6 éves koromban. Gondolkozzon, vén szenilis, nem kis piros kocsikra vágyom, hanem piros olasz sportkocsikra, és veszek magamnak, ha kell. Nincs más választásom, fiúk! Neki! Ügyes. Mary, még nem késő. Grant, nincs meg. Ne tedd ezt. Add vissza. Nem adom. Gyere velem. Na, de... Ne nyújtál sem meg. Nem ez. Jaj! Jól van, fiúk, elég lesz, álljatok föl, gyerünk! Halló? Oké, már is megyek. Jól van. Most rohannom kell. Mary hívott. Jó van. Jól mulattam. Majd hívj. Nulla nap karácsonyig. Hé, mi lesz itt? Talán egy újabb gyűlés. Nos, kis csapat. Az idő lejárt. Tudom, hogy mindannyian sokat dolgoztatok, de... Attól tartok, cserben hagytalak titeket. A magam módján próbáltam dolgozni, és mind látjuk, hová jutottunk. És miattam idejött valaki, aki nem való ide. Lehet, hogy veszélyeztettem a jövőnket. Hát nem. Nagyon sajnálom. Elvettem a karácsony örömét. De... ennek vége. Legfőbb ideje egy süti szünetnek. Mind megérdemlitek. Süti szünet! Igen! Süti mindenkinek! Gyertek, vegyetek! Nagyon finom! Nagyon finom! Igen, sok finom! Miért jöttek túl magam?
Nagyon jó beszédet mondtál. Rég nem láttam ilyen boldognak a Manókat. Nagyon elrontottam. Hogy ismerhettem ennyire félre valakit? Mi van, ha mindent tönkretettem? Ugyan már csak hinned kell, Mary. És ha nem lenne elég rend disznósága, milyen lesz a karácsony, ha nincs elég játék? Gyere, mutatok valamit. Gyere. Gyere! Gyere! Apa! Ezek honnan vannak? Rengeteg idő maradt dolgozni, mióta átvetted az irányítást. De gyönyörűek. Bizony. És ez elég lesz. Ameddig hiszel, indulhatsz. Gyerünk, ki az újjal? Hozzuk be a régit. Erőlködj egy kicsit. Klaus néni, hallottam Grantről. Hova, Mary? A pajtában, de nagyon siess. Rajta, húzzátok erősebben! Hé, hallottam, mi történt. Hű, de csinos vagy. Mary, hova mész? Utána megyek. Ezzel? Beszállsz? Te mondd, mit is szoktál nekik mondani, hogy elinduljanak? Nagyon vicces. Repülni fognak. Kész vagy? Remélem, igen. Akkor? Akkor mi? Hmm? Ó, persze. Rajta sebet! Itt Grant, a reptéren vagyok, most szállok föl a helikopterre. Ajánlom, hogy olyan jó legyen, mint az ígérete. Az egész igazgató tanácsot behívtam karácsonykor. Ne aggódjon, uram, le fog esni az állam. Őket. Jó, vigyen az irodába. Jó napot. Jó napot. Mind itt vannak. Kösz. Grant, legfőbb ideje.
Épp ezeket a számokat próbáltam magyarázni az igazgató tanácsnak. Szóval azt javasolja, hogy fektessünk be 90 millió dollárt Észak-Kanadában? Ne aggódjon, uram! Már az első évben visszanyerjük az összeget. Ez az északi helyszín az új tervem lényege. Hölgyeim és uraim, figyelem! Bemutatom a célzott vásárlás csúcsmegoldását. És mondja csak, mi teszi ezt csúcsmegoldássá a célzott vásárlás terén? Hát, ezt nem fogják elhinni. Bemutatom a fotóimat. Várj! Elnézést, hogy késtem. Ó, Miss Clash, üdvözlöm. Hello. Épp a javaslatáról beszéltünk. Az én? A miénk. Hamilton úr szerint ragyogó ötlet. Igen, szerintem is. Fantasztikus terv. Egyedülálló karácsonyi bevásárlóközpont, Grant, meg én azonban vitatkoztunk a helyszínről. Igazán? Mary... Gondolom beszélt a lavina veszélyről. Lavina? Ez nem olyasmi, amire a mérnökök ne tudnának megoldást. Persze, ha le tudják győzni a hideget. Hideg? -30, mégpedig egy meleg napon. Ha ez nehézséget okozna, nem állna egy város éppen itt? Igen, egy eszkimó város. Rend, mit akar maga nekem beadni? Mary, hagyd abba! De mit, Grant? Mondtam, hogy fantasztikus bevásárlóközpont lenne, csak Bismarck mellett, vagy Minneapolisban. Nem, itt kell lennie, értik? Itt kell lennie! Hamilton úr, elnézést kérek, Grantet rengeteg stressz. Nem, ez nem stressz! Tudod, hogy itt kell lennie. Ne is tagadd! Grant, drágám, semmi baj. Azt hiszem, csak pihenned kellene. Nem! Mondd el nekik! Mondd el nekik, mi van ott fönt! A Mikulás völgye. A műhely, a rénszarvasok, a manók mind ott vannak, az igazi Mikulás! Ez az igazi Mikulás, fotóim vannak! Maguk is láthatják! Tessék, mondd el! Szívem, ez az állatsimogató. Bocsássanak meg, Grant nagyon igyekszik, de azt hiszem szüksége van egy kis pihenésre. Grant, nem tudom, mi volt a célja ezzel a buta tréfával, de mindannyiunkat elrángatott a családunktól karácsony napján, hogy előadja ezt a nevetséges tervet. Nos, azt javaslom, gondolja át újra a karrierjét a cégünknél, mert én biztosan ezt teszem. Hölgyeim és uraim, nagyon sajnálom, elnézést kérek. Üdvözlöm a családjukat, és majd találkozunk az ünnepek után. Nem, ez tökéletes. Nem értik? Egy sínű vasút fut végig az áruházon. Nem, igen, igazuk van. Rossz ötlet. Köszönöm, egy sínű vasút. Ez egy óriási kísérlet. Hé, megbeszéltük a teniszpartit, ugye, Pajti? Péntekre, ugye? Ó, te meg én, mi értjük egymást. Én maradok, maguk csak menjenek innen, és boldog karácsonyt, és üdvözlöm a... Hamilton úr, nagyon kérem, ne legyen túl szigorú Granthez. Ó, ne aggódjon emiatt, Miss Class. Ez a megbocsátás időszaka. Ó, én fölfelé megyek. Ó. Értem. Köszönöm, hogy ilyen megértő. Tehetnék önért valamit? Igen, van valami. Azt reméltem, megjavíttathatom az unokámnak. Azt hiszem, ismerek valakit, aki talán tud segíteni. Nagyszerű. Bocsásson meg, de mennem kell. És biztos vagyok benne, hogy magának is rengeteg dolga lesz. Ahogy mondja, így igaz. Vigyázzon magára, Miss Class. Maga is. Ó! Oh! Boldog karácsonyt.
Köszönöm. Hogy ment? Azt hiszem, nem lesz semmi baj. Csak egy dolog van már hátra. Nem kaptam meg, amit karácsonyra kívántam. Akkor most belevágok. Ho, ho, ho! Boldog karácsonyt! Már más. Jó reggelt, apa. Jó a technikád. Kösz. Az enyém? Hát egy darabig sokat vívottál a jó és rossz dolgokkal. De megoldottad. Én csak tökéletes karácsonyt akartam. Ó, mikor tökéletes a karácsony? Én már nagyon régóta csinálom, és még sosem sikerült jól. Igen? Neked? Minden évben van valami. Elfogy a tricikli, elfelejtem a csokit. De ez a karácsony szebb volt, mint valaha miattad. Kösz, papa. Tudod, annyira örülök, hogy ezt mondod. Mert egyszerűen fantasztikus ötleteim vannak jövőre. Jövőre? Mhm.